A hallgatóságot azt megkérném arra, hogy a rendet, csendet tartsuk meg, egymás tiszteletét. Nos, Orosházi úr, a feliratot megkaptam. Orosházi úr, a feliratot megkaptam. Ért az abban foglaltakat. Nem értél, hogy így szóval, hogy olvassak el. Nem értek, hogy nem szeretném, hogy nem szeretném, hogy olvassam. Nem is szeretném, hogy ész is meg. Kirendet, hogy miért? Tehát arra, hogy unától 3. terejű szabadságvesztéssel büntetendő, cselekményről van szó, ezért a védő nem kötelező, és akkor az eljárás során nem kérte a születeit. Akkor jár, hogyha kötelezően a törvény elrendeli, egyébként pedig kérni kell, és akkor természetesen a bíróság elmondani is a bocsánat. Jó, fogunk kérni most. Most kéri. Akkor viszont vége van a tárgyalásnak. Akkor előtt arra kérem, hogy tisztelt először leintem is a bocsánat. Beadnánk, mint az 1000 éves magyar állam egyik állampolgára alkotmányos kötelezettségemet teljesített, helyezheti majd a következőkről. Az alkotmányos kötelezettségem többször gondosított 49. évi 20-as törvény hatályos, 2. paragrafus 3. bekezdéséből származik. Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és ebben köteles, zárójelben köteles felkeltőjelen fellépni tájékoztatás. Magyar állam 1000 évnél régebbi alkotmányának nem. Magyar államban alkotmányozni csak a nemzetnek van joga. 1848-ig a nemzet a nemességből állt, 48-ban ezt jogot a nemesség a magyar állam minden polgárára kiterjesztette. Ezt a jogot sértették meg 49-ben a kommunisták, amikor a nemzet helyett alkotmányoztak, és az alkotmány nevű törvényükkel diktatúrát vezették. Magyar nép, magyar állam, állampolgárai alkotmányát képviselői nem. Az alkotmány egyetemelő írását sértették a képviselők, amikor 2011 áprilisban megalkották Magyarország alaptörvényét, mely így jogilag új alkotmánynak érvénytelenné, alaptörvénynek alkotmány ellenessé vált. Nem az alkotta meg, az alkotmány erre felhatalmazott, egy jogilag érvénytelen alkotmány viszont nem alkotmány, jogilag nem létezik. A jog alapelve szerint jogviszonyt nem keletkezett, és nem is szüntett meg. Vagyis nem csak arra alkalmatlan, hogy az alkotmányt hatályon kívül helyezzék vele, hanem arra is, hogy Magyarország nevű államot létrehozzák vele, vagyis Magyarország idegenes alkotmánya, és ezzel a magyar állam hatályban van, a Magyarország nevű állam nem lehet a magyar állam. Mivel az AB hivatalból nem helyezte hatályon kívül az alaptörvényt, alkotmányos kötelezettségét teljesítve, ezt a magyar népnek kötelessége megtenni. Tehát a magyar állam alkotmányos rendje alapján Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, érvényesen nem jött létre. Márpedig ha a Magyarország nevű állam jogilag nem jött, mert nem jöhetett létre, ezért ennek a bíróságnak nem joghatósága és illetékessége nincs fölöttem, hanem ez a bíróság jogilag nem létezik. Csak és kizárólag azért jelentem meg a bíróság előtt, hogy jelen tájékoztatásomat megtegyem a bíróság és a sajtó felé, hogy a magyar nép és a nemzetközi közvélemény megértse létre, mi folyik ebben az országban, és egyen a diktatúra felszámolásáért a magyar nép a történeti alkotmány ellenállása záradéka, idegenes alkotmány előírásai alapján, a nemzeti közvélemény, a nemzetközi jog, az ENSZ emberi és polgárjogok előírásai alapján, tehát a diktatúra felszámolásáért. Tehát nem az a kérdés, hogy követelem a bűncselekményt vagy nem, egyébként nem, és még csak az se kérdés, hogy a Magyarország nevű állam magának tulajdonított joghatósága kiterjed-e rám, eljárhatnak-e velem szemben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, ezért annak egyetlen intézménye, így ez a bíróság sem létezik. Vagyis nem, hogy joga nincs fölöttem, hanem jogilag nem létezik, nincs. Tehát nem, hogy eljárni nem tud velem szemben, de még idézni se, mert nincs hozzá joga. Fentieket tekintettel magyar joghatóság hiányában Magyarország nevű nem magyar állam és annak ügyészsége alkotmányt és nemzetközi jogot sértő tevékenysége miatt közvetlenül az ENSZ és EU nemzetközi bíróságaihoz fordulok. Felhívom bírónő figyelmét, hogy amennyiben a bíróság a magyar alkotmányos rend megváltoztatására kísérletet, hogy Magyarország nevű állam nevében a diktatúra érvényesítésére
abban az esetben kimeríti az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűncselekmény törvényi figyelását, ami akár életfogytartó szabadságvesztéssel is járhat, hiszen a diktatúra és ahhoz kapcsolódva a bíróság magyar alkotmányos rend megváltoztatását megkísérő érvételel jogrendjének erőszakkal kíván érvényt szerezni. Fentiek tekintettel én, mint a magyar állam erre alkotmányban feljogosított állampolgára, ennek a jogilag nem létező bíróságnak a színjátékát, alkotmánysértő tevékenységét a magyar állam területén befejezetnek nyilvánítom. Ez a mi hazánk, itt mi a magyar nemzet dönt jogról és hatalomról, és nem egy háttérhatalmat kiszolgáló lakóbanda, amely politikai elitnek nevezi magát, miközben elállítja a népi nemzetét. Megértettem, hogy megértettem, miért nem van? Hogy jó, hát tudnia kell, hogy ez miről szól. Higgyen nekem, Borosházi úr, hogy több alsejtem van, mint gondolnám. Nincs kétségünk. Egyrészt, az, hogy a maga nézetei mik, és hogy maga mit tart igazságnak, az mindenkinél más. Ez jog kérdés, és nem az, hogy mi a jog, az pedig meghatározzák a jogi törvények. Az, hogy maga mit érez jognak, az pedig magában van meghatározva. Ez nem érzés kérdés. Ne haragudja a Borosházi úr, tehát a hatályos jogrendszer szerint, amit azok a törvényalkotók hoztak meg, akik lehet, hogy nem maga választott, hanem mások választottak meg, be kell tartani az állampolgárnak. Attól függően, hogy maga ezt nem érzi sajátjának, még vonatkozik önre, bármennyire nem szeretné. Tisztelt Hölgyeim, szeretnék két mondatot mondani. Várnak, négyet, hogy kérdezik. Ön ezt felolvasta, azt állítja, megértette. De elmondott abból azt érzem, hogy én ezt nem értettem meg. Nem megértettem, de mindegy, akkor, ugye, akkor én elmondanám, hogy ez igazából miről szól a saját szavaimmal. Borosházi úr, nem erről kell tárgyalnunk. Nem erről kell tárgyalnunk, mert önöknek nincs joguk felettel, még felmentő ítéletet sem. Borosházi úr, nem erről kell tárgyalnunk. Arról kell tárgyalnunk, amivel szemben önnel vádat emeltek. A mai hatályos törvények szerint a bíróságnak a büntető eljárás alapján kell eljárnia. Nem az alapján, hogy mit érez ön, hanem az alapján, amit a törvény előír. Tisztelt, hogy még jogtanult ember és élemezett, hogy szeretni vagy. Orosházi úr, azért nem fogom végighallgatni magát, mert ennek a beszélgetésnek nincs értelme. Abban az esetben, hogyha nem kíván részt venni a tárgyaláson, kérheti azt, hogy a bíróság távolítében döntsön az ügyben. Ez a bíróságnak nincs joga semmiféle fajta ügyben felettem bíráskodni, még egyszer hangsúlyozom. Még arra sincs joga, bocsánat, kérlek, én is szeretném befejezni, tisztelettel meghallgattam ön. Még arra sincs joga, hogy felmentsen. Ez a bíróság nem létezik. És hogyha ön jogkedvelő, jogkövető és jogismerő, hiába nézem bújnosan kedves, akkor is ez a jog szerint, ez az országban, jelen pillanatban a Magyarországnak nevezett állampolgár nem létezik. Ha ennek úgy gondolja, hogy ön dönt nem érzelmi alapon a nyugaton, akkor szíveskedjen ennek egy előzetes normakontrollt kérni az ENSZ ott megnevezett helyiségében, formájában, illetőleg a Strasbourg-i bíróságban. Nem fogok orvosházni. Nem fog. Ezt nyilvánvalóan ezt mindenki látja, ezt mindenki fogja szalani, én bizony fogok, és azt most előre elmondom, engem hiába tetszenek idézni, én ezt a bíróságot nem ismerem, és nem fogadom el a bíróságnak, mert nem az jogszerűen nem az. Ez az országban magyar oké, ebben az országban a magyarok fognak dönteni a saját sorsukról és az alkotmányukról, nem egy maguk politikai elitnek kinyilvánító kisebbség a saját tárunkra, a mások idegen javak érdekében. Azért, hogy ezt elmondjam. Nem azért, mert beidéztek, mert ez az idézés számomra nem érdekel. Ez az idézés számomra csupán annyit jelent, hogy én eljöttem, és ezt önöknek elmondhattam. Jó, most ezt nekem tájékoztatom kell a főnök arról, hogy bármennyire is nem tetszik a hatályos törvény, a BS szerint három lehetőség van. Vagy megjelenik,
vagy rendőrre lehet elővezetni, vagy kérni a távolítében történő eljárást. Ennyi lehetősége van. Nem, de van, én ezt tudomásul veszem, a diktatúrában bármi lehetséges, és ezt pontosan tudjuk. Ezzel a diktatúra hatalmával ön él, illetve a jelen pillanatban visszamér. Nem a diktatúrában él, de a törvények szerint. Legyen figyelembe venni azt a kivételt, ami a második oldalon található, ami most erőszak alkalmazásra azonosodik önre. Nem csak most, a jövőben is. Ez nem jövőben. Hát, elég a Orsházi úr. Így legyen, el fog jönni az idő, amikor elég a korán. Elég a Nos, a mai tárgyalást nem tartjuk meg. Kettő dolog volt. Egyrészt Orosházi úr kérte úgy rendelését. Másrészt pedig... Biztosan, nem kérem. Nem kéri védőt rendelését. Akkor viszont tárgyalunk. Nem tárgyalunk. De tárgyalunk Orosházi úr. De tárgyalunk. Nem tárgyalunk, ellen biztosan. Az egy dolog, hogy maga nem fog megszólalni, esetlenesége. Mégis csak kérem, megmondottam magam, én összeinszalom, nem tudom, hogy igazat akarok, itt akarok foglalnom, és egy kicsit alatt meg tudjátok. Kéri akkor védő kirendelését? Kéri védő kirendelését. Van olyan védő, akit esetleg szeretné kirendelni? Nem, de egyébként. Nincs pénzem, mert ott rendeljék. De van olyan védő, akit szeretné, hogy kirendeljen a bíróság, én szerint? Nem vagyok jártasabb a dologban. Nem jártasabb a dologban. Jó. Akkor az én határnakból írásban fognak kapni idézést. Jó, köszönhetős, mert megyek, igazolást tegyek el, hogy kell el. Nem szükségünk. Úgy kölcsön igényt megültek a... Nincs az a pénz. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Minden jót.